körülbelül egy hónapja vett át Pest megye irányítását. Ez az idő mire volt elegendő, mennyire tudott tájékozódni a megyei helyzetről? Amikor egy új főkapitányságot átveszünk, akkor azt hiszem, hogy az az elsődleges, hogy a megyei főkapitányság végrehajtó szerveit, tehát azokat a kapitányságokat látogatjuk végig, ahol a munka dandárja zajlik. A holnapi napon fogok végezni az utolsó kapitányságon is a látogatással, tehát azt mondhatom, hogy a megye végrehajtó szerveit megismertem. Ezzel párhuzamosan meglátogattam a közvetlen együttműködéket, ügyészségeket, bíróságokat. Most következnek azok a feladatok, amelyek az egyéb együttműködőkkel való kapcsolatfelvételt jelentik. Polgármesterekkel szeretnék találkozni, kialakítani azt az együttműködési formát, ami a főkapitány és a települési polgármesterek között kell, hogy megvalósuljon, hiszen elsődlegesen egyébként ők a kapitányokkal napi kapcsolatban vannak, de úgy gondolom, hogy egy főkapitánynak is tájékozódni kell, és nincs jobb hírforrás, mint a választott vezető, aki autentikusan ismeri ezeket a körülményeket. Ez az időszak mennyire volt elegendő arra, hogy a problémákkal megismerkedjen, hiszen a térség nézői pontosan tudják azt, hogy Pest megye abban a helyzetben tartozik, ahol nagyon sokan élnek, és mégis az egyfőre jutó rendőröknek a száma a legkevesebb. Ez csak a problémák közül egy. Így van, ez valóban csak egy a sok probléma közül. Elmúlt 30 évben, amióta rendőri pályán vagyok, azért elég sok rálátásom volt Pest megyére is, különös tekintettel arra, hogy többször dolgoztam az országos főkapitányságon, irányítottam másik megyét, Jász-Nagykun-Szolnok megyét, tehát egy csomó olyan ismeret birtokában már voltam, amikor ide kerültem, amit aztán itt most egy kicsit kiszélesíteni, felismerni kellett. Valóban az egyik a létszámkérdés, ami nagyon nagy probléma, ugyanakkor nem a megyei főkapitány kompetenciája megoldása, de próbálkozunk minden olyan lehetőséggel, amivel lehetőségeket, státuszokat, jobb munkafeltételeket tudunk kialakítani. Mondok egy példát, ugyan nem Davas környékére, de most ez a példa jut eszembe. A Dunakanyarban például a Balatoni Közbiztonsági Bizottság mintájára szeretnénk létrehozni egy Dunakanyari Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot, ami az ott működő erőknek az összehangolt fellépését jelenti, ugyanakkor bizonyos fajta pénzügyi lehetőségek megszerzését is pályázati pénzekkel. Na, ugyanezeket a fajta megoldásokat egyébként a megye más területein is meg lehet valósítani. Az előbb a társszerveket említette, a polgárőrséggel hogyan tudja az együttműködést elképzelni itt a megyében? Én úgy tudom, és az eddigi tájékozódásom alapján is úgy tűnik, hogy a polgárőrségekkel, amelyek a megyében működő szervezetek, kialakult és jól működő kapcsolata van a rendőrségnek. Azt hiszem, hogy a feladat az, hogy ezt a két szervezetet egy irányba mozgatva, közös fellépéssel a települések közbiztonságát próbáljuk javítani. A KMB-s hálózatról mi a véleménye, tájékozódott már, hogyan működik a megyében? Alapvetően a körzeti megbízati szolgálat működőképes. Vannak olyan területek, nyilván ez a létszámból, meg a bűncselekmények számából is adódik, ahol kisebb a lefedettség, hiszen ahol egy évben 15-20 bűncselekmény van, ott nem biztos, hogy a településnek egy önálló saját körzeti megbízottra van szüksége, hanem két-három településen összevontan tudnak a kollégák dolgozni. De én úgy gondolom, hogy a körzeti megbízottak rendszere Pest megyében működik. Természetesen, ha ilyenfajta javaslat érkezik, azt mindig megvizsgáljuk, mert azt hiszem, hogy a településen a lakosság közeli telepített rendőrök jelenlét az egyik legfontosabb. Az elmúlt időszakban Dabaszszőlőben kellett nagyobb rendőri jelenlétre számítani, és a média érdeklődése is ráirányult. Ön szerint kikkel lehet hathatósan együttműködni, tehát itt gondolok a polgárőrségre, illetve a rendőrségre, hogy ezek a dolgok, tehát akár egyfajta cigánybűnözés, hogyha erről beszélhetünk, vagy használhatjuk ezt a szót, tehát hogy háttérbe szoruljon. Én alapvetően nem szeretem ezt a kifejezést használni. Számomra vannak bűnelkövetők, meg vannak sértettek, vannak bűncselekmények, meg vannak áldozatok. Én úgy gondolom, hogy mindenkivel, minden állampolgárral és minden olyan szervezettel, aki a magyar jogszabályainak keretei között hajlandó a közbiztonság javítása érdekében tenni, meg kell találni azt az együttműködési formát, amiben ez kifejthető. Akkor a média használja rosszul ezt a kifejezést, illetve erősíti fel ezeket a problémákat? Távol álljon tőlem, hogy én a médiát bírálni szeretném. Számomra ez a kifejezés, ez egy olyan összvérfogalom, amit nem lehet összerakni. Van a bűnözés, annak vannak elkövetői, hogy az éppen még etnikai körhöz tartozik, az teljesen független. Ennyi erővel mondhatnánk, hogy vannak tipikusan magyar, vagy tipikusan sváb bűncselekmények. Nem mondunk ilyet. Vannak bűncselekmények, és vannak bűnözők. Minden vezetőnek van egyfajta vezetési stílusa. Ön hogyan képzeli el, hogyan szeretné a megyét irányítani? Természetesen minden vezetőnek
különböző stílusa van. Én amikor ide érkeztem, azt mondtam a kapitányság vezetőknek, hogy ők vannak nehéz helyzetbe. Nekik meg kell szokni az én stílusomat, nekem az övékét alakítani kell adott esetben. Én úgy gondolom, hogy egyébként nem autokrata módon, nem egyszemélyi döntésekkel. Eddigi pályafutásom során is mindig annak a híve voltam, hogy a kollégák együttes gondolkodásával döntsük el azokat a kérdéseket, amit meg akarunk valósítani. Ez az együttes gondolkodás egészen addig tart, amíg meg nem születik a döntés, onnan kezdve viszont egy irányba mozgó, egységes vezetéssel kell irányítani a szervezetet. Ön szerint az elkövetkezendő időben lehet vonzóvá tenni a rendőri pályát? Lehet egyfajta életmodellt kialakítani? Ami egy megyei főkapitányon múlik, azt megpróbáljuk megtenni ennek érdekében. Nyilván ettől sokkal többre van szükség, ami az ország irányítóin is múlik természetesen, de nekünk meg kell tenni azokat a lehetőségeket is, amelyek az utánpótlást biztosítják. Én megdöbbenve tapasztaltam például, hogy Pest megyében jelenleg egyetlen középiskolában sincs rendészeti fakultációs képzés. Ez ugye azt jelenti, hogy vannak olyan középiskolai osztályok, ahol tantárgyként rendészeti ismereteket oktatnak, ebből egyébként érettségizni is lehet, akár emelt szintű érettségit is lehet tenni, és ez a fajta képzés egy bizonyos orientációt ad a diákoknak arra, hogy rendőrtiszti főiskolára, rendészeti szakiskolába jelentkezzenek, tehát egy utánpótlás bázis. Én megdöbbenve tapasztaltam, hogy egy ekkora megyében jelenleg egyetlen rendészeti fakultációs iskola sincs. Szeretném, hogyha ezen hamarosan tudnánk változtatni.